A diktátorok élete nem csak játék és mese, annak ellenére, hogy páran kifejezetten luxus életmódot folytatnak, amíg megtehetik. Persze nem minden diktátor ugyanolyan, és a teljhatalmat néhányan nem a saját meggazdagodásukra és a népen való élősködésre használják fel, hanem pont, hogy az országuk, az emberek érdekében. Legalábbis az ő olvasatukban biztos, hogy így van. Sziasztok! Márk vagyok a Tízes Listától, és a mai videóban beszéljünk még pár hírhedt diktátor életéről és haláláról. Bizony még pár diktátor, mert ez a minisorozatunk második része. Ha az elsőt nem láttad, a videó jobb felső sarkába kattintva meg is találhatod hozzá a linket, és szerintem ezután érdemes megnézned azt a videót is. Adolf Hitler talán a valaha élt egyik leghírhedtebb diktátor, aki tetteivel örökre beírta magát a történelem könyvekbe. Hitler 1889-ben született Ausztriában, egész pontosan Braunau am Inn városában, de gyerekkora nagy részét Linzben töltötte. Később ezért is kérte, hogy itt temessék majd el a halála után. Apja Alois Hitler, bár 1903-ban meghalt, elegendő örökséget hagyott hátra ahhoz, hogy a felesége és a gyerekei ne szenvedjenek igazából semmiből se hiányt. Adolf ugyan nem ápolt jó viszonyt az apjával, az édesanyjával viszont szoros kapcsolatban volt egészen az 1907-es haláláig. Adolfnak így 18 éves korára mindkét szüleit el kellett temetnie. A fiatal diktátor nem volt valami jó tanuló, a jegyei miatt pedig igazán esélyese volt arra, hogy egyetemista legyen. Bár tény, hogy ennek ellenére azért próbálkozott. A fiatal Adolf művészetet szeretett volna tanulni, de a képzőművészeti akadémia kétszer is elutasította a jelentkezését, pedig Hitler egyáltalán nem festett rosszul. Éppen ezt használta ki a sikertelen jelentkezés után. Ez volt ugyanis Hitler életének talán legnehezebb időszaka. Napról napra élt és képeslapok, na meg reklámok rajzolásából szerzett annyi pénzt, amivel kihúzta a következő bevételig. 1913-ban költözött át Münchenbe, ahol a katonaság segítségével szeretett volna kitörni a szegénységből. Az első világháború alatt végig a fronton harcolt és több kitüntetést is szerzett. A háború neki teljesen mást jelentett, mint a világnak. A saját valóságában ez megkönnyebbülés volt Hitlernek a civil életet céltalanságával és folyamatos nélkülözésével szemben. A világháború után, mivel Németország a vesztesek között volt, az országban káosz uralkodott, főleg társadalmi szinten. Adolf Hitler ekkor állt politikusnak és csatlakozott a Német Munkáspárthoz, ahol mindent megtett azért, hogy minél hamarabb feljebb kerüljön a ranglétrán. 1920-ban nevezték át a pártot Nemzeti Szocialista Német Munkáspártra, ami nem sokkal később teljesen összefonódott Hitler nevével. A társadalmi káosz tökéletes teret biztosított nekik a fejlődésre és a gyors taktoborzásra, mivel rengetegen voltak elégedetlenek a helyzetükkel. Hitler keményen dolgozott, hogy egyre magasabb szintre jusson a párton belül, ami azt is jelentette, hogy ideiglenesen elfogadta a szerinte egyáltalán nem hatékony programjukat. A saját ambícióit és terveit viszont soha nem rejtegette, ami miatt folyamatosan összetűzésbe keveredett a pártvezetőkkel. Hitler viszont olyan hamar szilárdította meg a pozícióját, hogy nemcsak nem tudták őt kirúgni a feljebb valói, de 1921-re már a korlátlan hatalmú vezetőjükké is vált. A párt gyors növekedésében esélyt látó Hitler 1923-ban megpróbálta egy puccsal megdönteni az akkori Német Köztársaságot, de kudarcot vallott. A tűzharcba fordult államcsínyben a pártvezető megsebesült és hazaárulás miatt börtönbe is vágták, ahonnan 9 hónap múlva szabadult annak ellenére, hogy eredetileg 5 évre ítélték el. Ekkor viszont megvilágosodott és rájött, hogy ha meg is akarja tartani a hatalmat, mindenképpen törvényes úton kell hozzájutnia. Hitler úgy gondolta, hogy szélsőséges nézeteket valló pártjának nem a liberális demokrácia a legnagyobb ellensége, hanem az ellenoldali szélsőség, a marxizmus. De persze nem csak őket tekintette ős ellenségének, hanem a zsidóságot is, ami Hitler szemében a gonosz megtestesülése volt. Azt nem tudjuk pontosan, hogy a diktátorból mikor törtek elő igazán az antiszemita gondolatok, de a börtönrácsai mögött írt Mein Kampfban már bőven kifejtette ezeket a nézeteit. Sokan egyébként úgy gondolják, hogy a főiskolai elutasítása óta hordozta ezt magában, mivel a képzőművészetét zsidók vezették. Hitler és pártja lassan, de biztosan egyre nagyobb hatalomra tettek szert. Az 1929-es gazdasági világválság és az ezáltal keletkezett újabb káosz kapóra jött nekik, ezt kihasználva szép számmal vonzották el a hatalmon levő kormány támogatóit.
az év végére már ők váltak a második legtámogatottabb párttá az országban. 1933. januárjában a sokéves kitartó küzdelem végül meghozta a gyümölcsét, és Hitler megszerezte a kancellári címet, majd a hatalomra kerülése után elkezdte kiépíteni az abszolút diktatúráját. A Reichstag felgyújtása lendítette fel véglegesen a csúcsra, mivel ezt követően a rendeleteivel erősen korlátozhatta az emberi szabadságjogokat. A választások nem sokkal ezután zajlottak le, ahol a párt már elsöprő győzelmet aratott, így Hitler végül meg is szerezhette a teljhatalmat. És hogy hogyan lett vége mindennek? A második világháború ugyan dicsőségesen indult a németek számára, de végül az együttes szovjet, amerikai és brit csapatok ereje diadalmaskodni tudott felettük. Az utolsó napokban, mikor az orosz hadsereg Berlin felé tartott, Hitler már egy bunkerben rejtőzve húzta meg magát. Tudta, hogy közel a vég, de a halálát nem akarta az ellenségeire bízni, ezért inkább az öngyilkosságot választotta. Ugyan eredetileg ciánkapszulákkal akart véget vetni az életének, végül 1945. április 30-án mégis inkább fejbe lőtte magát, a holttestét pedig az egykori hadnagyai a korábbi parancsára elégették. A magyaroknak, főleg azoknak, akiknek vannak erdélyi rokonai, vagy ők maguk is erdélyiek, sajnos túlságosan is ismerősen cseng Nikolaj Ceausescu, a román diktátor neve. Ceausescu 1965-től kezdve 24 éven át hívhatta magát Románia diktátorának, mielőtt elérte volna a vég. Ceausescu, ahogy sok más diktátor is, egyszerű családból származik. A szülei parasztok voltak, az apja pedig az italt se vetette meg, és gyakran verte is a gyerekeit. A fiatal Ceausescu ezért már 11 évesen elhagyta az otthonát és Bukarestbe költözött, majd 14 éves korában belépett az akkor még illegálisnak számító román kommunista pártba is. 4 évvel később, 1936-ban emiatt meg is tapasztalhatta, milyen a börtön élet, majd szabadulása után nem sokkal, 1940-ben újra börtönbe vágták. Akárcsak Sztálinnak, Ceausescu életében is fontos szerepe volt a rácsok mögött töltött időnek, ugyanis ott ismerkedett meg György Gyorgyudezs későbbi kommunista vezetővel, aki egyfajta mentorja lett a fiatal diktátornak. Ceausescu 1944-ben még a szovjet megszállás előtt megszökött a börtönből, majd gyorsan felvette a fonalat a külvilággal és visszatért a politikai életbe. Nem sokkal később már a Kommunista Ifjúsági Szövetség elnökének mondhatta magát. A kommunisták 1947-es hatalomra kerülésével viszont megnyílt előtte a terep. A fiatal kommunista először a mezőgazdasági minisztériumot vezette, majd 1950-től a fegyveres erők miniszter helyettese lett. Nem kellett sok idő, hogy ő töltse be egykori cellatársa és mentora alatt a párt hierarchia második legmagasabb pozícióját. Ennek megfelelően Gyorgyu 1965-ös halála után Ceausescu lépett a helyébe, és főtitkárként ő került a román kommunista párt élére. Sőt, 1967-ben már államfő is vált belőle. Hatalma alatt a titkos rendőrsége szigorúan ellenőrzött mindenfajta médiát, és nem tűrt meg semmilyen rendszerellenességet se, amivel élből el akarta vágni annak a lehetőségét, hogy országon belül ellenzéke alakulhasson ki. De ez nem meglepő, hiszen a cenzúra minden kommunista hatalom egyik kedvenc fegyvere volt. A vezér szemei előtt egy hatalmas populációjú Románia képe lebegett, ezért 1966-ban gyakorlatilag betiltotta az abortuszt és a fogamzásgátlókat, sőt kötelezte a nőket, hogy folyamatosan orvoshoz járjanak. Utóbbira azért volt szükség, hogy a nők nehogy tenni tudjanak azért, hogy ne vállalhassanak gyereket, vagy legalábbis kitolják a folyamatot. A rendeletből végül káosz lett, és a hivatalos út helyett kényszerből tilosan elvégzett műtétek miatt a nők halálozási rátája hirtelen az egekbe szökött. Az ország a 70-es években a diktátor vezetése alatt hatalmas külföldi adósságot halmozott fel, amit 82-ben úgy akartak törleszteni, hogy exportálták az ország legtöbb mezőgazdasági és ipari termékét. Ez viszont azt eredményezte, hogy Románián belül hatalmas étel, üzemanyag és gyógyszerhiány alakult ki sok más mellett, ami miatt az emberek nem jutottak hozzá alapvető dolgokhoz. Az életszínvonal így drasztikus zuhanásnak indult, ami miatt egyre feszültebb lett a hangulat. Ezen Ceausescu személyi kultusza se segített, és hiába hitegette a népét nagyszabású tervekkel, ezek egy része kivitelezhetetlen volt, a másik része pedig szimpla hülyeség. Az egyik legőrültebb gondolata az volt, hogy több kisebb falut a földdel tesz egyenlővé, hogy a lakóit áttelepíthesse a közeli városokba. Mondanom se kell, a helyiek nem támogatták ebben. A hatalma végül 1989. decemberében bukott meg, amikor Temesváron arra utasította az őreit, hogy lőjenek rá éles töltényekkel a kormány ellenes tüntetőkre.
A vérengzés vége az lett, hogy a hadsereg is a tüntetők oldalára állt, így szó szerint nem maradt fegyver a diktátor kezében. Ceausescu és a felesége még aznap elmenekült a fővárosból, de elfogták és őrizetbe vették őket. December 25-én állították bíróság elé őket, ahol tömeggyilkosság és több más bűncselekmény miatt halálra ítélték, és még aznap sortűzzel ki is végezték őket. Jó példa ez arra, hogy egy nép nem tűrheti az örökké valóságig a nélkülözést, és ha egy hatalom élősködik rajta. A Papadoc néven is ismert François Duvalier 14 éven keresztül volt Haiti diktátora, annak ellenére, hogy az élete kezdetben még teljesen más irányba indult. Duvalier 1934-ben diplomázott a Haiti Egyetem orvosi karán, majd közel 10 évig orvosként dolgozott, mielőtt aktív szerepet vállalt volna a frambőzia nevű trópusi betegség gyógymódjának kutatásában, amit nagyrészt az Egyesült Államok támogatott pénzzel. De Duvalier nem csak az orvostudományban, hanem a vuduban is hitt, ezért csatlakozott a Le Groupe de Griotshoz, ami a fekete nacionalizmust és a vudut tartotta Haiti fő kulturális kincseinek. 1946-ban őt tették meg a Nemzeti Egészségügyi Szervezet igazgatójának, és ő vezette a frambőziával szembeni 1947-48-as figyelemfelkeltő kampányt is. A munkáját annyira elismerték, hogy ugyan elvileg nem vágyott politikai pályára, 1949-ben mégis kinevezték közegészségügyi és munkaügyi miniszternek. Ezt a posztját egészen 1950-ig tarthatta meg, ekkor ugyanis az akkori elnököt egy katonai bizottság eltávolította, és a helyére Paul E. McLaurie került. McLaurie hatalomra kerülése után Duvalier elkezdte megszervezni az ellenállást, így 1954-re központi figurává vált Haiti politikai életében. McLaurie 1956-os lemondása után 10 hónapon belül 6 kormánya is volt az országnak, majd végül a népi reformokat és a fekete nacionalizmus igéit hirdető Duvalier került a vezetői székbe. Miután megszerezte az elnöki címet, azonnal elkezdett dolgozni a hatalma megszilárdításán. Gondolhatnád, hogy a kedves, népe egészségét akaró orvos törvényes úton gondoskodott erről, de habár ez is igaz volt, nem ebben rejlett a titka. Az ellenfeleit és más eszmék hirdetőit egyszerűen kivégeztette, vagy addig kínoztatta, amíg azok meg nem törtek. A hatalmának harmadik évében szívrohamot kapott, és lábadozása alatt legfőbb segítője Clement Barbeau lépett a helyébe. Duvalier vagy becenevén Papadoc a visszatérése után azonban a hála helyett börtönbe csukatta egykori segítőjét, mert ekkorra már a vetélytársát látta benne, majd kivégeztette, mikor Barbeau a börtönből megszökve felkelést akart indítani ellene. Nem ő volt az egyetlen, aki próbálkozott a diktátor hatalmának megdöntésével, de mindegyik kísérlet sikertelenül zárult. 1963-ban Duvalier még durvább személyi kultuszt épített ki, mint valaha. Elvárta, hogy a népe egyfajta haiti félistenként tekintsen rá, és 1964-ben örökös elnöki címmel is felruházta magát. Uralkodása 14 évével hosszabb ideig volt hatalmon, mint előtte bárki, ami annak köszönhető, hogy keménykezően elfojtotta a politikai ellenzéket és a lázadozásokat. De egyben előtte nem látott stabilitást is hozott ezzel az országban. A népe ezért nem gyűlölte őt, így megölni se akarták, az ellenségei pedig nem tudták. Így végül a diktátorral a saját szervezetének legyengülése végzett, ami a krónikus cukorbetegségének és a szív problémáinak köszönhetően öregkorára már nem is volt meglepő. 1971-ben 64 évesen érte a vég. A mai videó utolsó diktátora, Augusto Pinochet, talán nem tartozik a legismertebbek közé, de ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna vasmarkú és igazán kegyetlen uralkodó. Ő volt az, aki 1973-ban megdöntötte Salvador Allende chilei elnök szocialista kormányát, csak hogy diktatúrát vezessen be az országban. Ugyan már ebben az évben is övé volt a hatalom, 1974-ben ragadta magához a teljhatalmat a katonai bizottság háttérbe szorításával. Diktatórikus uralma alatt ellenzékiek tízezreit kínosztatta meg, csak hogy megszilárdítsa a hatalmát. De nem volt válogatós. Uralkodása alatt megöletett vagy bebörtönöztetett bárkit, akinek a gondolkodásmódja nem egyezett a rendszerével. Már az első három évben nagyjából 130 ezer embert tartóztattatott le a rezsim, akik közül rengeteget meg is kínoztak. Az új elnök célja a chilei baloldal totális kiirtása volt, és újra szabadpiaci, kapitalista eszméket vezetett be az ország gazdaságába. Ez rövid távon hatalmas gazdasági fellendülést eredményezett Chilének, amiért dicsőítette őt a népe.
1981. márciusában, amikor elvileg népszavazáson kellett volna eldőlnie, hogy további 8 évre is ő marad-e az elnök, Pinochet nem bízta a véletlenre a dolgot. Kihirdetett ugyanis egy új alkotmányt, aminek köszönhetően még 8 évig maradhatott elnök. Viszont mikor ez a 8 év is eltelt, már eleget tett a saját alkotmányában leírt kötelezettségeinek, és megtartották a korábbi népszavazást arról, hogy továbbra is ő maradjon-e az ország élén. Ezt 55%-os nem szavazattal elbukta, de ahelyett, hogy véreskező diktátorhoz méltóan semmibe vette volna az eredményt, békésen lemondott a hatalomról. A lemondása után viszont utolérték az elnöksége alatt végrehajtott rémtettei, ami miatt 1998-ban házi őrizetbe helyezték Nagy-Britanniában, és csak 2 évvel később engedték vissza Chilébe, ekkor is egészségügyi okokból. Ekkorra ugyanis már a tetteinek következményei mellett demencia és más egészségügyi problémák is üldözték. Végül 2006. december 3-án, kevesebb mint 2 hónappal azután, hogy a bíróságon emberrablással, kínzással és gyilkossággal vádolták, szívrohamot kapott, ami után élete utolsó 7 napját a kórházban töltötte. Itt az intenzív osztályon családja társaságában érte a vég. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, és iratkozz fel a csatornánkra, hogy elsőként értesülhess a legújabb tartalmainkról. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghostnak.